Üdvözlet mindenkinek, akkor harmadjára megpróbálom most már eltalálni rendesen. Szóval 2019. február 5-én ez lesz az élőadás az infóból csatornán, és ez a dolgok állása 2019. február elején. Nem tudom mi történik, de valami nincs rendben a világban, ha esetleg valakin... Ha esetleg nem vettétek volna észre, de valami nincs rendben a világban. Úgyhogy elég nehezen indul ez az egész, de se baj, amúgy megéri, majd meglátja mindenki. <laughs> majd mindenki meglátja, hogy nagyszerű lesz, és nagyon jól fogunk szórakozni. Ezt nem fogja tudni elrontani az ellenség sem. Még annyit hagyd nézzek meg, hogy. Á, nagyon jó. Oké, okay. hát most így marad, ha visszangzik, visszangzik, akár mi történik, ez lesz. Úgyhogy tetszik vagy sem. Szóval, ahogy mondtam, ezúttal az ő kabaréról lesz szó, és mindennel, ami ehhez kapcsolódik. Szóval sajnos egy kicsit késtünk, de nem tudom, mi történik. Mindegy. Hát, ha legközelebb ilyenek nem lesznek. De a lényeg az, hogy itt vagyunk. Úgyhogy szuper. Szóval már most nem is mondom, hogy ossza meg mindenki a linket, meg gondolom már, aki akart bekapcsolódott, a többieknek meg elege volt ebből, úgyhogy nézzük. Szóval az első, amit meg akartam mutatni, szerintem ez egy nagyszerű kezdése lesz ennek az egész estének. Ez egy nagyon-nagyon régi videó, 1962-ből, ha jól látom, és az ABC News Ausztrália volt az, aki készítette ezt, Ray Taylor volt az, aki különböző járókelőket kérdezett meg Sydneyben azzal kapcsolatban, hogy, hogy szerintük van-e élet a Földön kívül más bolygókon. Ez, ez Ray Taylor, jól emlékszem? Aha, Ray Taylor. Megpróbálom lefordítani nagyjából, hogy mi az, amiről szó van. Csak azt akarom ezzel érzékeltetni, hogy jó, ezt akarom ezzel érzékeltetni, hogy ez a programozás elkezdődött nagyon-nagyon régen. Évtizedekkel ezelőtt, de egyébként, hogyha igazából visszatekintünk, akkor évszázadokkal ezelőtt elkezdődött a, ez az űr, a végtelen uni univerzum, a kozmosz, bolygók, meg, meg, ezek a dolgok, ez egyidős a, a történelemmel, ezek a hiedelmek, ez egyáltalán nem újdonság, hogyha valaki ismeri a miszticizmust, vagy a kabalát, akkor azt tudja, hogy emberek a kezdetektől fogva gondolták azt, hogy a Föld az egy bolygó, az univerzum végtelen, stb. A többi, stb. A többi. Úgyhogy ah, tényleg <laughs> Ray Taylor 22 a káldusi numerógeben, ezt nem is tudtam. De nem vagyok meglepve. Oké, okay, nézzük, hogy mi az, amit jó öreg Ray mond. Do you indeed think that there is life on other planets? Ugye a kérdés az, hogy valóban úgy gondolja, hogy van élet más, hát bolygókon mondjuk úgy. Nem is gyorsítom fel, mert akkor furcsa lesz, szóval néz. Elég fura figura, Ray. Do you think there's life on other planets? Oh, I don't know. Ugye ő nem tudja, azt mondja. Would like to think about it for a second? Szeretne gondolkozni egy másodpercig ezzel? Oh, not really. <laughs> nem igazán. <laughs> Tell me, do you think there is life on other planets? Well, I'm not quite yeah. sure, but I suppose there would be. I said, You never used this devil, you know. No, he seems definite. He, he? Seems definite. Definitely. How do you see this life? I said, You mean that, Where? Oh, I've seen a flying saucer. <laughs> <laughs> Ö, látott, ugye, You've seen one? <laughs> yes, well, definitely. Headline Cove? When, when was this? 1953? <laughs> a, 1953. -ban. You don't think this is a figment of your imagination? És ugye azt kérdezé, hogy ez nem egy... nem csak az ön képzelete van. Mm, other with me saw it. És hogy néhány másik ember is látta, aki vele volt. Same pigment. What did it look like? It was standing up there, still. Ja, arról van szó, hogy hogy néztek ki, és akkor elmagyarázó, hogy csak átok az égen mozgatlanul. Just suspended in space. With colours coming out of it? Flat or on its. És valami jött kifele belőle elméltöttem pontosan. Sai. It was a rayon. and you think this was sent from another planet? Right? i really do. well, where else would it come from? do you think there's life on other planets? oh, well, i wouldn't uh, like to even discuss that. why <laughs> not? it's a debatable point, i suppose. azt mondja, hogy nem szeretne erről beszélni, mert ez... Eh, hát kérdéses, hogy van. Ugye, hogy mindenképpen lennie kell egy véleménynek akkor. Well, definitely not. Not. Azt mondja, hogy semmiképpen sem. Not. Well, what leads you to say that? Scientific investigation or? Well. Kérdés az, hogy mi, mi az, ami, a, amiről ide jutott, mik azok a következtetések, amik segítettek ebben hogy ez a véleménye alakult ki. Learning well, uh, working off the uh, theory of the uh, Bible, well there's only one world, isn't there? And... But do you think that can stand up to present scientific investigation? This... És amúgy ez igazából a, a, az egésznek a, a nagyszerű része, amiről most szó van. Azt mondja ez az idős figura, hogy az írások ugye a Bibliára utal. A Biblia szerint egyetlen egy világ van, és ezért ő úgy gondolja, hogy nem a válasz erre a kérdésre. Amit pedig válaszol erre a erre a az az, hogy ön úgy gondolja, hogy ez a tudományos kutatásoknak megfelel, a tudományos eredményeknek ez megfelel, illetve hogy megállná a helyét-e a tudományos vizsgálódása szemben az, amit a Biblia állít. Ezért készültek ezek a videók, a tudomány, az új világrend vallása, a tudomány, az új vallás. Évekkel ezelőtt most már, mert mindenkinek el kell dönteni, hogy melyik oldalon áll, egyszerű a történet. Elhiheti az űrkabarét, az űrmesét, az álomvilágot mindenki, vagy elhiszi azt, ami le van írva a Bibliában. Ha valaki azt mondja, hogy... Ó, erre nincs bizonyíték, ami le van írva a Bibliában, arra sincs bizonyíték, amit a tudomány állít. A tudomány kreálja a bizonyítékokat a saját feltételezéseinek az alátámasztására. Az nem azt jelenti, hogy nincs semmiféle bizonyíték arra, hogy a föld egy gömb, kerülünk a semmiben, pörgünk, forgunk, a víz hozzáragadt, a gömbözés mi beszélő majmok vagyunk. Ezek mind elméletek, amelyekre gyártott magyarázatokat a tudomány. Ugyanaz a tudomány, ami 500 évvel ezelőttig még azt mondta, hogy a föld lapos. Most azt mondja, hogy a föld gömbölyű. Ami egyik héten azt mondja, hogy a tojás káros az egészségre, a másik héten azt mondja, hogy a tojás az hasznos. Az egyik azt mondja, hogy a só az káros, a másik azt mondja, hogy a só az hasznos. Ugyanez a tudomány az, ami megkérdőjelezi a Biblia helyességét. Azt, hogy valaki elhiszi, vagy sem, nekem teljesen mindegy. Én nem azt nem próbálok meggyőzni senkit, én csak megpróbálom bemutatni, hogy mi az, amiben mindannyian, mindannyian hiszünk. Ugyanis mindannyian hiszünk valamiben. Bizonyítéka senkinek sincs arra, amit hisz. A tudomány gyárt bizonyítékokat, és azt mondja, hogy ő azt elfogadja bizonyos dolgokra, meg azt mondja, hogy ő azt nem fogadja el. Azt mondja, hogy mindenképpen. In your opinion, do you think there is life on No, I hope not. Why, why do you hope not? Because they'll be frozen to death. Azt mondja, hogy ne, nem, szerintem nincsen. Egy pillanat, mert nem értettem, mert... Sőt, egy 33-as voltott ott mögötte pont egész életlen. No, I hope not. Why, why do you hope not? Because they'll be frozen to death. Ah, oké, okay, Tudom, nem értettem. Sajnos nem értettem elnézést. Ausztrálok és... Ez feladja a lecké. Another planet. No, I'm uh, German. <laughs> azt mondja, hogy nem, ő nem hisz abban, hogy más bolygókon van, azért, mert ő német. Yes, definitely. Why? Azt mondja, hogy mindenképpen ez. What sort of life do you see up there? és az, az véletlen bárki szerint is, hogy az 33 pont. Uh, a vegetable. <laughs> Ugye azt kérdezte, hogy milyen fajta élet van akkor ott, és azt mondta, hogy növény. De amúgy ő is kirögte ezt az egészet, mert tudja, hogy nevetséges. Ő hisz benne, de kiröhögte, gyakorlatilag. Do I think there's life on other planets? No. Why not? Oh, I don't know. Ugye ő nem hiszi, nem tudja, hogy mi. We'll when we land on Venus? I Azt mondja, hogy gondolja, hogy valamit is találunk majd, ha egyszer leszállunk a Vénusra? we might find, very interesting things th though. Such as? Yeah. Oh. Ugye nem hiszi, hogy találunk életet, de valamit biztos. I de fogalma sincs, hogy mit. De mindenképpen valami, amit érdemes majd megtudni. Ugye ő azt hiszi, hogy van. És mit gondolsz, hogyan néz ki? Like, like <laughs> queer, hát queer az. Um, persze akkor szerintem más jelentett a queer. Queer az egy része ennek az LMBTQ-nak. Ha jól gondolom, akkor pont a Q. Euh, része a, a, queer, de azt mondja, hogy olyan embereket érdekes egyébként, amiről beszélnek, nem tudom, hogy mely, mennyi része ennek propaganda, meg program, és mennyi része őszinte reakció, de az biztos, hogy ha valamit találnánk egy másik bolygón, az, az, az talán ezek a, ezek a karakterek lennének, akiről ő beszél. <laughs> ezek a queer looking, vagy queer kinézetű emberek, akik ott élnek ezen a bolygón, szóval ő így képzeli el. Minél fiatalabbak, egyébként szerintem annál inkább hajlamosak elhinni azt, hogy van élet. Ez egyébként valamennyire kiderül ebből a, a rövid videóból is. Nyilván a programozás egész más, és az emberek hitrendszere is egész más fiatalkorban. Szóval ez az, amiért szerintem egy fiatalabb hajlamosabb elhinni. A propaganda sokkal inkább bekúszott már akkor is az elmébe. Ha ma megkérdeznénk az embereket, és amúgy, ha bárki vállalkozik erre, hogy megcsinálja ezt az utcán, akkor én mindenképpen megosztom azt a videót. Biztos vagyok benne, hogy ez a korosztály, amit most látunk képen, ez gyakorlatilag száz százalékban azt mondaná, hogy van. Azért, mert a programozás egyszerűen csak ennyire erőteljes. Queer people. totally different from the people on earth. Aha. És ugye, hogy, teljesen mások, mint az emberek a Földön, és azt mondja a kislány, hogy igen, valószínűleg. Would you like to get up there yourself and see it on és hogy sz szeretnél-e fölmenni, ugye azt mondja, hogy nem. Particularly. Why not? So I like it down here. <laughs> Mert ő szeret itt lent lenni. I reckon there is. What makes you reckon that? Well, um, just, I don't it's not imagination, it's just, just, but, uh... Be You're being led by scientific discoveries, <laughs> etc. <cetera. laughs> ugye ő azt gondolja, hogy igen, és akkor megkérdezi a riporter, hogy a tudományos kutatások eredményeként. Yes. Yeah, well, how do you see this life? If you think there is life out there, how do you see it? És hogy mit gondolsz, hogy milyen? What form do you think it takes? Állatok. Azért, mert mi azok vagyunk. Úgyhogy ezt az összes beszélő majomnak küldöm ezt a videót szeretettel, mert már 1962-ben is éltek olyan emberek a Földön, akik azt hitték, hogy mi beszélő majmok vagyunk. Sőt, ő odáig fajul, hogy azt mondja, hogy mert mi is állatok vagyunk. És egyébként én nem is vonom ezt kétségbe, a legtöbb ember valóban úgy tűnik, hogy állat, de attól függetlenül az még nem azt jelenti, hogy mi az állatokból lettünk, vagy, vagy, vagy félúton ketté váltunk, mert ugye mostanában az van, hogy, hogy nem mi nem majmok vagyunk, hanem közös az ősünk, ami tulajdonképpen ugyanazt jelenti, <laughs> csak egy másik szóhasználata. már akkor is voltak sajnos emberek, akik azt hitték, hogy mi állatok vagyunk. A probléma az, hogy már a legtöbb ember annyira elhitte, hogy úgy is viselkedik. <laughs> És ezt mondja a riporter is, hogy néhányan. Néhányunk. Sajnos ez már ez a szám sokkal nagyobb le. Azt mondja, hogy milyenek azok a, az élőlények ott fönt, vajon olyanok, mint mi itt, vagy más milyenek, és ugye azt mondja a hölgy, mert ő, ő biztos vagyok benne, hogy hogy tovább volt az oktatási rendszerben és ebben az egész agymosásban, mint az átlag azt mondja, hogy attól függ, hogy milyen atmoszféra van azokon a bolygókon, hogy milyen emberek élnek. but I Bocsánat, állatok élnek ott, nem olyanok, mint mi. You think that's a good thing? Well, I don't know. <laughs> És ugye azt kérdezi, hogy ez jó vagy rossz, azt mondja, hogy nem tudja, és hogy szeretne fölmenni mindenképpen. Ő szeretne lenni az első nő az űrben. Arról nem marad. Ugye ő ezen nem gondolkozik, de hogy őszintén eljök, úgy is néz ki itt magunk közt. Nem csak ezen, úgy általában se. Na, ez meg a másik végle. Nem beszélek angolul, francia. Mars Nem tudja megkérdezni tőlük, hogy más bolygón van élet, gondolom én nem beszélek francia, de itt tűnik, hogy Mars és Oui, I don't know, I don't know Do you want to think for it? There is life on other planets Oh, I couldn't tell you He says he doesn't I wouldn't have a notion, would I? He says he doesn't have a notion Me? I wouldn't have a notion You haven't thought about this at all? Oh, I've thought about it, but... Uh, no, I wouldn't think there would be He says he thought about it, but you think it would be a good thing for the Earth if there was life, indeed, up there on people? Well, I suppose competition is pretty good at any time, isn't it? azt mondja, a kérdés az volt, hogy, hogy, vajon ez egy jó hír, vagy egy rossz hír, hogy ha van ott élet, és azt mondta ugye az öreg, hogy a verseny az mindenképpen jó, úgyhogy, úgyhogy szerinte ez egy nagyszerű Oké, okay. hát hogyha valaki azt várta, hogy, hogy, bármiféle komoly dolgokról lesz szó, akkor, akkor gondolom, hogy az, az, most csalódott, de erről a témáról nagyon nehéz úgy beszélni, hogy, hogy közben az ember komoly marad mikor itt olyan dolgokról van szó, hogy mi állatok vagyunk, meg beszélő majmok, vagy például éppen arról, hogy ugye a víz hogyan ragad hozzá a, a golyóhoz. Ez a hozzáragad a golyóhoz a víz, tulajdonképpen. Jó, nézzünk néhány hírt, hát ez, ez, sem éppen a legmegbízhatóbb forrás, de érdekes ez mindenképp. Ez a felfedés.hu és arról írnak, hogy hamarosan műholdat vetítenek, műholdak vetítenek képeket az égre. Aki ismeri az úgynevezett Project Blue Beam történetet, ami sugár projekt, gondolom én magyarul, de Blue Beam nek hívják, amivel különböző dolgokat képesek az égre vetíteni, akkor ez szerintem nagyszerűen beleillik ebbe a gondolatmenetbe, és ez egy orosz vállalat, a Start Rocket hirdető felületeket akar az űrbe szállítani, sok szakértő, viszont nem igazán örül az elképzelésnek. Én soha nem tudom eldönteni, hogy mi az a pont, amikor, amikor ezek az emberek csak viccelnek, vagy azt akarják, hogy tényleg mi komolyan vegyük, mert úgy értem, hogy viccelnek, hogy már azok számára, akik, akik, értik, hogy hogyan működik a világ, minden egy nagy viccnek tűnik, ami, ami zajlik. Az emberiség sajnos olyan szinten van, hogy gyakorlatilag bármit el lehet velük hitetni, és pont ezért is jönnek szerintem ezek a hírek. Olyan ez, mint amikor valaki már tudja, hogy megnyerte a játékot, és bármit megtehet, Biztos ismeri mindenki ezt az érzést, amikor már biztos benne, hogy megnyert a kártyapartit, vagy a sakkpartit, vagy a foci meccset, vagy a teniszt, és elkezd szórakozni. Ez az, ami ma történik a világban. Én biztos vagyok benne, hogy ez egy fájdalmas hír a legtöbb ember számára, de ettől függetlenül még a tény az tény marad, hogy az, amit az elit szeretett volna, elérni, azt már elérték, és ezért gyakorlatilag bármit megtehetnek. Ezek a hírek, mint az, hogy műholdak vetítenek reklámokat az égre, ezért keletkeznek. Ők tudják, hogy, hogy az emberiség olyan szintre csökevényesedett, hogy gyakorlatilag bármit el fognak hinni azok az emberek. És ez egy nagyszerű példa erre. A cég apró műholdak úgynevezett CubeSatok segítségével alakítanák ki az űrben a reklámokat. A Star tervei megvalósulnak, 2021-ben feltűnhetnek az első hirdetések az éjszakai égbolton. Nem is tudom, hogy ez vajon... hogy ezt komolyan gondolják-e, vagy sem, de hogyha ez így lenne, úgy értem, hogy ha az valós lenne, hogy, hogy, reklámokat lehet kivetíteni az égbatra, akkor képzelje mindenki, hogy egy idő után eltűnne az éjszakai égbolt, és tele lenne mindenféle feliratokkal. Nem vagyok benne biztos, hogy ez... ez bár azt érek, hogy a sci-fi írta ezt, szóval érdemes megnézni a sci-fi-t, hogyha valaki, ér, valakit érdekel, hogy mennyire hiteles ez az egész, de én el tudok képzelni mindent, úgy értem, hogy akár lehet is reális. Sok csillagász nem örül, hát persze, hogy nem hisz a föld körül keringő világító reklámok növelnék a fényszennyezést, tovább nehezítve az égitestek megfigyelését. Szerintem egyébként ez az egyik célja ennek az egész működésnek, amit csinálnak. Pontosan tudják, hogy, hogy az égitestek mozgása az nagyon fontos a naptár meghatározásában, úgy értem, hogy az igazi naptár meghatározásában, és minél nagyobb a szennyeződés, annál nehezebb ezt megfigyelni. Szóval biztos vagyok benne, hogy ennek köze van ehhez. Nem csak ennek, hanem annak is, hogyha belegondolunk, egyre több ember él a városokban, így egyre kevesebben képesek megfigyelni az éjszakai égboltot, mert állandó a világítás, és így nehezebb azt megfigyelni. Mindenki tapasztalta, hogy ha a vidékre utazik, akkor sokkal egyszerűbben meg tudja figyelni az égitesteket, mint a városban. A probléma szerintem az, legalábbis a katasztrófa az, hogy a legtöbb ember úgy néz az égboltra, hogy én néztem három-négy éve. Teljesen érdektelenül. Közben pedig ennek megvan a maga jelentőség, és azt nem gondolhatja senki, hogy komolyan ezt megbeszéltük két héttel ezelőtt, hogy lehetséges az, hogy a nap pont 400-szor olyan messze van és 400-szor akkora, mint a hold, és így, így egyforma méretűek. Mikor ez az egész, ahol élünk, állítólag a véletlennek a, a szüleménye. Hogy lehetséges ilyen véletlen? Hogy lehetséges az, hogy a hold teljesen véletlenül pont úgy forog a tengelye körül, állítólag most tengelyek körül, meg a, a Föld körül, hogy mindig ugyanazt az oldalát látjuk? Hogy lehetséges az, hogy a hold, a Nap és a csillagok tökéletes naptárrendszert adnak, amik meghatározzák az éjszakokat, sőt az egész életünket? És ezek mind-mind a véletlen szüleményei. És vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy ez, ez, ez reális. Szóval oh, wow. hihetetlen. Az a helyzet, hogy azt mondják, hogy ez a CubeSatok egyik különlegessége, hogy elkészítésük, felbocsátásuk viszonylag olcsó, és a Starrocket hát persze mert nem léteznek, a Starrocket elképzelésén alapján a szerkezetek 450 km-es magasába emelkednének, az űrben kibontanának egy-egy 9 méter széles vitorlát, majd összeállnának, kialakítva a reklám felületet. Az összekapcsolódott űreszközök együttesen közel 50 négyzetkilométeres táblát hozhatnának létre. 50 négyzetkilométer. Nem semmi. Egy ekkora objektumot már a föld felszínről is látni lehet. 50 négyzetkilométer. Lehet, hogy elírtak valami? 50 négyzetkilométer az óriási? Hát állítólag emberek megfigyelik a... azt a űrállomást, ami nem is létezik, azt az 220 km a föld fölött van, és ez sokkal kisebb, mint ez. Szóval akkor minek 50 négyzetkilométer? Na minden. A cég szerint a keringő felületek éppen annyira lennének fényesek, hogy a tiszta éjszaka égbolton jól követők legyenek. Becsések alapján a hirdetések 8 látszólagos magnitudó lennének, összehasonlításképpen nap 27 magnitudójuk. Reklámok a napfény visszaverődésének köszönhetően világítanának nagyjából egy évig keringenének. Oké, okay, szóval valaki imádja ezt az űr, akkor lehet, hogy a nevét ki tudja oda majd írni, vagy Valentin nap alkalmával fel tudja köszönteni a kedvesét, hogyha ha esetleg úgy gondolja. Egyébként, hogyha ha érdekel valakit, akkor legközelebb a következő adásban meg fogjuk beszélni azt, hogy az emberek miért is ennyire ostobák. És meg fogom mutatni, hogy, hogy mitől van, mi, minek az eredménye az, hogy gyakorlatilag gyakorlatilag a hát mondhatjuk azt, hogy a hülyék birodalmában élünk, ez is lesz egyébként a jövő heti adást címe, szóval ha valakit érdekel, ez természetesen az űrgolyók. Erről majd néhány szót beszélünk. De jövő héten megbeszéljük a dolgok állásában, hogy hogyan is jutottunk el addig, hogy gyakorlatilag a hülyék birodalmában élünk. De térünk vissza térjünk vissza az internethez, és még nézzünk meg néhány hírt, aztán mutatok egy videót hamarosan arról, hogy hogyan is hogyan is működik ez az egész náza dolog. Tudom, hogy már, már volt erről szó, és beszéltünk erről, de mégis meg akarom mutatni azoknak, akik még mindig a gömbön élnek, és még mindig abban a hitben vannak, hogy ők, ők keringenek a föld körül, meg, meg mindenféle majmok, meg ilyenek, akkor akkor egy videót szeretnénk mutatni, hogy mi is a technológiája. Ugye, mert rengetegen küldik nekem el azt az, a, mi a, mi hívják a, a azt a hoaxot, a, ami kering, a, caring, a, a internet, nemzetközi űrállomás, hogy az arról mutatják azt a livestreamet, hogy az élőbe megy, és hogy úgy is gondolhatja valaki, hogy az bizonyíték bármire, és hát azzal a technológiával, amivel ma rendelkezünk, egy olyan dolgot összehajintani, hát szerintem lehet, hogy a tagozaton megcsinálják középiskolában a gyerekek azt a dolgot. Úgyhogy az, az nem, hogy bizonyíték valamire, hát az annyira gagyi, hogy lehet, hogy az rosszabb, mint, mint ha nem is mutatná. Elon Musk egyébként azt mondja, hogy vegán kolóniák lesznek a Marson 7-10 éven belül. Eljutottunk egy évtized alatt oda, mellesleg... A 70-es, azt hiszem, hogy 69, hogy mikor voltak állítólag a Holdon, azok a hoax dolgok akkor történtek, de legyen a 70-es évek eleje, A 70-es évek elejé óta nem voltunk a Holdon. Hát jó, akkor se, de úgy értem, hogy hivatalosan, vagy mit tudom én. Szóval azóta nem voltunk a Holdon. Sőt, elmondták, hogy nincs is meg a technológia, hogy eljussunk a Holdra, és azután most, úgyhogy, hogy 50 éve, és 40 éve nem voltak ott, nincs is meg a technológia, már most a, a Marson lesz uh, kolónia, ahol vegán emberek fognak élni. És, és ezt komolyan veszik a felnőtt emberek. Persze én tudom, hogy ez egy blogger, de arról van szó, hogy a milliárdos vállalkozó Elon Musk, a Tesla és a SpaceX. Uh, vezérigazgatója azt mondja, hogy emberi kolóniák fognak a Marson élni egy évtizeden belül, és valószínűleg vegánok lesznek. Persze, hogy vegánok lesznek. Valaki kérdezte egyébként, hogy miért is annyira népszerű ez a vegán dolog. Utána kell nézni a mindenkinek, akit érdekel erre a válasz, de egyébként az ENSZ, az Egyesült Nemzetek Szervezetének a 17 fenntartható fejlődés céljából az egyik, illetve a hát több is a, az állatok védelme, illetve harmóniában együtt élni a természete, szóval minden, ami húsevés, meg ilyen dolg, az tiltva lesz. Szóval mindenki, aki harcol, hogy ő vegán, meg mennyire jó ő, meg vegetáriánus, meg ezek a baromságok, az, az mind tulajdonképpen az ENSZ fenntartható fejlődés propagandáját szajkózza, és gyakorlatilag az az, ami beférkőzött az agyába. Mert amúgy eszébe se jutott volna, hogyha ha ezt nem látja mindenki ilyen szinten a médiában, mint amennyire. Úgyhogy erről beszél Elon Musk, hogy vegán kolóniák lesznek a Marson egy évtizeden belül úgy, hogy nincs is már meg a technológiánk, hogy visszajussunk a holdra. Erről volt szó, nem is olyan rég, ezt megbeszéltük. Nincs meg a technológiánk, hogy visszajussunk a holdra. Ennek ellenére már mi a marsra fogunk indulni. Amit megmutatok most, az viszont érdekes lehet mindenki számára, már aki már aki képes felfogni ezeket a dolgokat, ez Gondolom mindenki ismeri William Shatnert, aki TJ Hooker egyébként, meg ha jól gondolom, játszott a Star Trekbe is, de én sose láttam a Star szóval nem tudom, de azt hiszem abba is játszott. Szóval, ja, hogy ne, hát ő volt, ott abban van nagy valami. Szóval, na, nézzük, hogy mi az, amit ő mond. 8 billion years to reach you, but if... Ugye arról beszél ez az idióta, ez néldekes a SkySim, mi mindjárt megbeszéljük, hogy a foton, pillanat, hagyj indítsam, mert olyan idétlenül néz ki. You are the... Szóval arról beszél, hogy a foton 13,4 milliárd év alatt ér el idáig a Big Bangtól. A bizarr az ebben az egészben, hogy azt mondják már, ugye, hogy nem is volt Big Bang, hanem egy alien faj volt az, aki kreált az emberiséget, meg ezt az egészet, hanem valami egész más volt. Szóval a nagy tudomány, ami eddig azt mondta, hogy Big Bang van. Van 15 különféle elmélete arra, hogy hogyan keletkezett az úgynevezett univerzum. Szóval akkor, ha a tudomány annyira pontos, akkor hogyan, miért nincsen egy magyarázata erre? Hm? That photon, it does not experience that time delay. Szóval ide ér a foton. 13,5 milliárd év alatt és észre sem veszi ezt a, az idő kiesést. <laughs> és azt mondja William Shatner, hogy milyen csodálatos, tudományos, fantasztikus történet ez. <laughs> Megpróbálom visszatekerni mindenkinek, ugye a, a beszélő majmoknak, hogy halják. Euh, hallják. Oké, okay? szóval ezért mondom azt, hogy, hogy elmondják, mert tudják, hogy már mindegy. Tudják, hogy az emberek nem fogják fel, oké? Okay, én ezt próbálom elmagyarázni. Az emberek nem képesek felfogni értelemmel azt, amit hallanak. Nem képesek felfogni az információnak a jelentőségét, hogy mi az, amit hallanak. Csak hallják, és röhögnek rajta, de közben nem igazából fogják fel, hogy mi az, amiről szóval. Ezért lejátszom lassan. Milyen csodálatos... Tudományos, fantasztikus történet ez. És ez Star Talk, szóval ez az, amiről szó van. Ezek az emberek tudják, hogy ez egy hoax. Tisztában vannak azzal, hogy az, amit a tömegek gondolnak az életről, az nem más, mint valakinek az álomvilága. De ha azt is tudják, hogy sajnos abban a társadalomban élünk, ami olyan szinte csökevényesedett, hogy bármit elhisznek az emberek, hogyha elégszer hallják a megfelelő forrásokba. Én tudom, hogy ez fájdalmasan hangzik, de mindannyian itt tartottunk egy időben, csak valaki fölébredt ebből. De a legtöbben nem ébrednek föl, mert szerintem a legtöbben szeretik ezt az életformát, az álomvilágot. Tánios. what a great science fiction story that. Is. instantaneous. The story that instantaneous. what a great science fiction story that. Is. instantaneous. okay. science fiction. to történ the minors fantastic. michał, no, it's not to the minors fantastic. it's to the 10th. Uh, it's showing some i guess. but when you stand with your yeah. astrophysicist looking out there is thinking in terms of science fiction. and astrophysicists. Aki kitekint a világűrbe, az úgy gondolkozik, eh, tudományos, fantasztikus szemüvegen keresztül. Azt a fizikus, tudományos, fantasztikus, fantasztikumnak a látószögén keresztül. De megmutatom, hogy ki, Neil deGrasse Tyson, azok kedvéért, akik nem tudják, ugye ez volt az ember, aki mondta, hogy 13,5 és fél milliárd év alatt ér ide meg mit tudom én, micsoda. Neil deGrasse Tyson úgynevezett asztrofizikus, ha esetleg valaki nem ismerné, nyugodtan utána nézhet, 58. október 5-én született ez Neil deGrasse Tyson, amerikai asztrofizikus, író, tudományos, ismeret terjesztő személyiség. Jelenleg a Hayden Planetárium igazgatója. Illetve az Amerikai Természettudományi Múzeum asztrofizikai részlegének kutatási munkatársa. Oké, okay, ez volt az, aki mondta, hogy 13,5 milliárd évvel ezelőtt. Ő a műsorvezetője a ben indult Kozmosz történtek a Világegyetemről című idézőjelben ismerett teljesztő sorozatnak, eredetileg a 80-as Carl Sagan által megalkotott Kozmosz Személyes Utazás című sorozat hagyományait viszi tovább. Carl Sagan... Általán megalkotott ö, személyes utazás című sorozat hagyományt viszik tovább. Carl Sagan, amerikai csillagász, planetológus, asszobiológus, békeaktivista rendkívül szuggesztív ismeretterjesztő volt. Oké? Okay. Szóval ez az egész nem más, mint egy hatalmas propaganda, egy hatalmas hoax. Ő például egy asszofizikus, aki ugye William Shatner elárulja számunkra, hogy egy asszofizikus az a science fiction perspektívájából vizsgálja a világegyetemet. Azért, mert a világegyetem nem más, mint science fiction, vagyis tudományos fantasztikum. Oké, okay, tudományos fantasztikum. Azért, mert a világegyetem, az univerzum nem más, mint tudományos fantasztikum. Azt mondja, ez az idióta, hogy egy astrofizikus az nem nagyon foglalkozik a tenger szinten. Persze, hogy nem, mert ők abban élnek, hogy a Föld egy gömb. De egyébként meggyőződésem, hogy ezek az emberek tisztában vannak azzal, hogy hát biztos, hogy a Neil deGrasse Tyson szinten ezek az emberek tudják, hogy mi az igazság. Szóval szórakoznak mindenkivel, aki ezt elhisz. Azt mondja, hogy mikor fel kell reggel, doktor, akkor mi az, amit csinál? Aztról fizikusokról van szó. Azt mondja, hogy ez mind az egész a fejemben van. Azért, mert az, amit világűrnek hívnak, amit az, az a fizikusok, mint Neil deGrasse Tyson, terjeszt a kozmosz történetek a világegyetemről, vagy Carl Sagan, vagy az összes többi, az csak a fejükben létezik. Ez az, amit ő mond. Én nem én találom ezt ki, oké? Okay? Nehogy az legyen, hogy ezt én kitalálom, meg euh, én vagyok az, aki összeesküvés elméleteket gyárt. Itt van, itt mondják el? Tessék, már harmadjára. Ez az egész csak az ember fejében létezik. Tudományos fantasztikum. I think Gondolkozik hogyan bizonyítod, hogy amit gondol az valóban létezik. azért mert ez az egész csak elmélet és azt mondja, hogy úgy, hogy van ez a csodálatos egyenlet. E, B, the seven, the És akkor mondja, hogy ez az, amaz elosztva ezzel az amaz. Ez az egész a, csak a fejében van. Hogyan bizonyítasz egy fekete lyuka? Hogyan, honnan tudja, hogy azok a gravitációs hullámok bizonyítják a fekete lyuk létezését? Végül valamilyen formában képesek megfigyelni bizonyos jelenségeket. Ugye azt mondja a William Shatner, hogy nem. Nem lehet megfigyelni, mert túl messze van és túlságosan elméleti. Honnan tudjuk, hogy amit mondanak az igaz? Ez az egész csak science fiction, vagyis tudományos, tudományos fantasztikum. És a birkák röhögnek saját maguka. Oké? Okay? Oké? Okay ez az egész csak tudományos fantasztikum. Szóval ott van, mindenki hallhatja az ő szájukba. A tudósok szájába. Persze tudom, hogy William Shatner nem tudós, de ő folyamatosan ott ólálkodik, és ezekben a műsorokban vesz részt ugyanúgy, ahogy az összes többi. És elmondják, mert tudják, hogy már mindegy nem tudom még, hogy hányszor mutassam be, hány, mennyi videót kell, hogy megmutassak ahhoz, hogy, a legtöbb, hogy, hogy, még többen felfogják. De ott tartok, hogy soha nem fogják. És ott röhögnek az emberek saját magukon. Tessék. Mindenki ott röhög saját magán, hogy mekkora idióta, hogy benyelte azt, ami másnak a fejében létezik csak. Most mondta, hogy a fejében létezik csak. Elméleti az egész gondolkodik, van egy egyenlet, és így bizonyítja be. Elmondtam már háromszor. De tisztasorra, a legtöbben úgy fogják megérteni, mert mindenki ezt mondja, és mindenki nem tévedhet, bebizonyították a tudósok. Úgyhogy ez így van. Az iskolában is tanultuk. Ugyanúgy, ahogyan. Ez a két idióta. De nézzük tovább. Uh, nem, azért ez valóban tudományos fantasztikum, ez csak egy történet, amit én kitalálok. And, and there's this thing called wormholes. <laughs> És van ez a dolog, amit úgy hívnak, hogy and that's a science fiction concept. És az egy tudományos, fantasztikus koncepció, mint ahogy az. Ha jól gondolom, akkor sokkal elő... Mindezek a dolgok. Én ezt nem értem, hogy hogy nem világos az emberek számára. Mint azok a dolgok, amiket ma a tudomány állít. Már láttuk évtizedekkel ezelőtt tudományos, fantasztikus filmekben. Úgy lehetséges az, hogy a tudományos, fantasztikus filmek megjósolják, hogy mi lesz. Úgyhogy nem jósolják meg, hanem beprogramozzák az emberek elmébe, elhitetik velük azt, hogy ez a valóság, amit ott láttak, hogy ez így van, így lehetséges. Ezért mondja azt William Shatner, hogy ez tudományos fantasztikum, ez csak elméleti teória, valakinek a fejéből kipattant, már csak épp nem azt mondja, hogy hazudunk, nem értitek? De biztos vagyok benne, hogy azok az idióták, akik ott, ott vannak, ugyanígy röhögnének, azért, mert az emberek nem képesek felfogni, hogy mi az, amit hallanak. Ezért röhögnek azon, mikor elmondják nekik, hogy ez az egész, amiben ti hisztek, a Star Trek, meg a Star Wars, meg a féregjuk, a gravitációs hullám, a fekete lyuk, meg ezek az ökörségek, ez csak valakinek az elmélet, ez, ez tudományos fantasztikum. Most mondta el háromszor különböző helyeken, de az emberek nem értik meg, mert imádják az álomvilágot. Ez a probléma, hogy a legtöbben imádnak az álomvilágban élni. Ez a nagy helyzet. De nézzük tovább. Szóval a, a tudósok azt mondják, hogy vannak féregjukak, annak ellenére, hogy a féregjuk maga az egy tudományos, fantasztikus koncepció. Persze, hogy az, az egész űr, az egész univerzum egy tudományos fantasztikus koncepció. Ezért van az, hogy a tudományos fantasztikus és a, az úgynevezett science, vagy tudomány, az gyakorlatilag egy és ugyanaz. Honnan tudod? So Ugye nem gömb, erről már volt szó It's an, it's oblate. And officially it's an oblate spheroid. That's what we call it. Oblét, nem tudom, hogy mi a magyar megfelelője, de gondolom, hogy nem, nem gömb, hanem ellipsoid, vagy valami ilyesmi. Szóval szélesebb az egyenítő alatt, mint fölött. Dagib. Aha, dagib. Ezt mondja. Világos? Úgyhogy az összes beszélő majomnak, aki még a gömbön van, világos, amiről szó van? Azt mondja, hogy dagib, a föld az egyenlítő alatt. <laughs> hát, hogyha ez nem szánalmas, hogy valaki ezt elhiszi, akkor nem tudom, hogy mi az. Neil deGrasse Tyson, asztrofizikus, író, tudományos ismeret részű személyiség. Azt mondja, hogy a föld az Egyenlítő alatt dagibb egy kicsit. <laughs> És én vagyok az, aki egy álomvilágban él. Aha, dagi, az egy jó, jó kifejezés erre. Azt mondja, hogy, a, az, az, hogy azt mondja, a föld, Mostantól én ezt fogom inkább teljesíteni. Oké? Okay? Hogy egy ellipsoidon élünk, és ez az ellipsoid dagib az egyenlítőtől délre, mert lehúzza a gravitáció. <laughs> Gondolom én, hogy azért. Körte alakú mellesleg. És így tehát ez a körte alakúság Than the height of Mount Everest above sea level. Szóval ezt nem értem, amit mond. Ugyetem egy hogy értem, csak nem tudom feldolgozni, úgyhogy lejátszom még egyszer, és akkor megbeszéljük, hogyha valakinek van egy jobb ötlete, lefordítom már. De egyébként amúgy látszik, hogy, hogy ez a két ember, aki most ott, elmondom, hogy, hogy mi az, ami történik ott most. Ez gyakorlatilag egy stand-up comedy, ahol színészek előadnak egy előadást, ami tudományos, fantasztikus témakörben zajlik, úgy, hogy a nézők azt gondolják, hogy ez a tudomány, és ezek tudósok, akik ezt előadják. Világos, ez történik egyébként minden oktatási intézményben, vagy tudományos konferencián, de a lényeg az, hogy ez a két ember, aki ezt megbeszéli, hogy a föld dagib az egyenlítő alatt, ez pontosan tudatában van enne. Sőt, meggyőződésem, hogy ezt ők itt találták ki. Én nekem már akkor is ez volt, mikor először hallottam, és az a bizar, az lenne a bizar ebben, sőt, szerintem az a bizar hogy megtehetik. Érthető ez mindenki számára, hogy mennyire szánalmas állapot az, mikor ki lehet jelenteni azt, hogy a Föld körtealakú, és dagibb az egyenlítő alatt, mint fölötte, sőt, olyannyira, hogy ez a körtealakúság nagyobb, mint a tengerszint feletti magassága a Mont Everestnek. Ami 8848 méter. Szóval, ha ez ez így van, akkor, akkor az csak nem úgy van, mint ahogy nekem mondják ezek a féleszívek, akik küldözgetik a képet, hogy nem, nem, ez gömb, csak olyan kicsi az eltérés, hogy, hogy nem lehet észrevenni, csak annyira elipszoid, de azért tökéletes gömb. De úgy nézzük meg. Oké. Okay néhány képet a... Sőt, megmutatom a nagy, nagy képet. Erről az egész hoaxról. Bocsánat, mi is a neve? Blue Marble? A kék uh, márvány golyó. Tessék. Szóval... Boom. Akkor, hogyha ez egy... Ugye, ahogy mondja, oblate spheroid, azaz, uh, gondolom, ellipsoid gömb, egy, egy nyomott gömb, ami, ami gyakorlatilag nem is gömb alakú, hanem dagibb az egyenlítőnél. Világos? Szóval akkor ha ez, a, ez az izét dagibb az egyenlítőnél, akkor ez hol van itt ezen a képen? Hogyha ez a dagiság, hát nem is tudom, hogy ez hogy lehet komolyan venni. Egyáltalán most esett le, hogy miről is beszélünk. <laughs> nem tudom, hogy ez észrevette más is, és hogy mi az, amiről beszélünk most. <laughs> mondjuk <laughs> ez nekem olyan nevetséges amiről szó van, hogy arról beszélünk hogy a föld dagibb az egyenlítő alatt és alakú, és ez 8848 méter ez a hát 8848 méterre nem lehet azt mondani hogy ó akkora a föld hogy ez ha, ha, ha 40 ezer kilométer a kerülete 8848 méter az rengeteg azt csak látnánk valahogy akkor ezekkel a képeken mi a pálya akkor mi az amiről ez az ember beszél akkor, akkor a beszélő majmok, azok ezzel, ezekkel a dolgokkal hogy számolnak el? Mikor az amerikai asztrofizikus író tudományos ismeretterjesztő, a Héden Planetárium igazgatója, az amerikai Tudom természet természettudományi múzeum asztrofizikai részegének kutatási munkatársa azt mondja, hogy a föld dagib az egyenlítőnél, és egyébként nem is gömb alakú, hanem körte alakú. Ha? Akkor ki az, aki egy álomvilágban él? Than the height of Mount Everest above sea level. Azért, mert ez az egész nem más, mint tudományos fantasztikum. Ez csak az emberek fejében él. Oké, okay, szóval nagyon remélem, hogy egyre többen feldolgozzák azt, hogy az a világ, amiben élnek, a gömb, amihez hozzáragad a víz, meg hogy ők beszélő majmok, amik kövekből lettek, az, az csak valakinek a fejében él. És hát most már nagyon sok ember fejében él, de val emberek fejében született meg. És ezt elmondja, megint, William sciences. Annyi embert, rengeteg embert inspirált ön a munkája során arra, hogy a tudomány tudományos területet válaszol magának, és az én kérdésem az, hogyan egyensúlyozza a tudományt és a tudományos fantasztikumot? Oké, okay, a kérdés az, hogyan egyensúlyozza ön a tudományt és a tudományos fantasztikumot úgy, hogy a munkája során évtizedeken át a nyomorult Star Trekbe emberek millióit, vagy tíz millióit inspirálta arra, hogy elhiggyék, hogy ők beszélő majmok, és hozzáragadtak a földhöz a vízzel együtt, ahol Ausztráliában az emberek fejjel lefele állnak, és a hajók oldalt úsznak fel. És a pillangó fel tud szállni, de a több milliárd tonna víz hozzáragadt ehhez a gömbhöz. Szóval hogyan egyensúlyozza ezt a tudományos fantasztikumot és a tudomány? Mind a kettő egy és ugyanaz. Mind a kettő egy és ugyanaz. Világos? Azért, mert a tudomány az nem más, mint tudományos fantasztikum. Hm? És ezt ők mondják el? Ez nem az én elmémnek a szüleménye, ezt nem én találtam ki vagy, vagy erőltetem rá az emberekre, vagy, vagy nem, nem, én bíztam meg őket, hogy, hogy erről beszéljenek. Ezt maguktól elmondják. Mert tudják, hogy már mindegy. Lőttek. A legtöbb ember olyan szinten van, hogy bármit elhisznek. Akármit. Teljesen mindegy. Meg sem fogják kérdőjelezni ezt. Csak egyszerűen elhiszik. Nekik, nekik csak meg kell mondani, hogy mi van, az kész. Itt van még egy, ha már az ökörségnél tartunk. Miért kellett, remélem, hogy nem beszéltük meg a múltkor, de elnézése igen, de ez egyszerűen hihetetlen. Miért kellett sárhányó a holdautóra? Valaki írja már meg, hogyha megbeszéltük, de azt hiszem, hogy nem, csak én olvastam, hogy nem is tudom. Majd feltöltöm ezt a. ezt a videót, meg fogom. le fogom tölteni és visszatöltöm a csatornára. Megpróbálom feliratozni, de nem ígérem, és akkor mindenki megoszthatja majd az ismerőseivel, mármint ezt a, amiről most itt szólt, ez a néhány perc, vagy akár ezt is, ami a, ezt az élőt szóval, és akkor így eldöntheti majd mindenki magának, hogy, hogy ki az, akinek hisz? Elmondják, hogy mi van. Nem tudják már jobban mondani, hogy ez az egész, ez csak az emberek fejében létezik. Ez csak egyenletekkel lehet bizonyítani azért, mert ez nem létezik a valóságban. Ezért mondta el, hogy ez csak egy teória, hogy ez csak valakinek a fejében létezik, ez csak egyenlete. Ez az, amiről beszél. Miért kell sárhányó a holdától? Azért, mert ez egy hoax. Mert úgy voltak vele, hogy csináljunk már minél nagyobb ökörségeket, hogy legalább jól szórakozzunk, miközben ez a néhány milliárd idióta azt hiszi, hogy ezzel a gokárta meg az alumínium folyába tekert centrifugával fel, feljutottunk a holdra a 60-as évek technológiájával, amikor még akkora volt egy telefon, mint egy kis polszki, Akkor ők feljutottak a holdra, amikor az autó nem sokkal volt jobb, mint egy lovaskocsi. És akkor ezek az emberek a holdra mentek. Világos. Mikor a vakbél műtéthez még majdnem ketté vágták az embert ez az az időszak, amikor azt hiszi az emberiség, hogy ők a holdra mentek. Azért, mert nem gondolkoznak. Az emberek nem gondolkoznak, csak elhisznek mindent, amit látnak a tévében. Mert így vannak programozva. Három Apollo expedíció során, ez már az origó mellesleg, és használtak négykerekű járműveket, gyakorlatilag gokártokat a Holdon, amit ugye 40 millióból csináltak, 40 millió dollár volt az a gokárt, amire gyakorlatilag sárvédőt kellett szerelni. Miért volt szükség a levegő nélküli csont száraz terepe? Még az origónak is, origó riportereinek is feltűnik, hogy mekkora összefüggéstelen kátlan dolgok van. Ismét a hold emberes meghódítása felé irányult a figyelem Oroszországban, ahol nemzetközi együttműködéssel terveznek hold bázist. Lehet, hmm. hogy még ezt is megnézzük, ezt a holdbázist, bár én ezt nem akartam, de az egyik olvasónk holdbázison szóló cikk hatásán levében érdeklődött, hogy miért volt sárhányó a holdautó. Most mondta el William Shatner, hogy miért volt sárhányó a holdautó. Hold azért, mert ez science fiction, ez tudományos fantasztikum. Ez valakinek az elméjéből így kipattant és megcsinálták. De egyébként nem figyeltek a részletekre, és aztán most kitalálják a sztorit, ahogy így esik úgy puffan. Ez az egész így van. Villám gyorsan. Akkumulátor hajtott a jármű, néhány kilométeres távolságokat tettek meg a hold felszínén. És aztán az hold... Á, de ezt nem gondolhatja komolyan valaki, de tényleg. Én együtt érzek mindenkivel, hogy, hogy a, 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 a kis világa, amiben él, az, az fontos számára, és szeret a gömbön élni, és, és neki jó az, hogy ő egy beszélő majom, meg így az egész, hogy, az, hogy jól érzi magát itt a legtöbb ember. De őszintén, hogyha ezt a valamit valaki meglátja az utcán, akkor arra azt mondaná, hogy ez, ez valamiféle, vala, nem is tudom. Ezt így összetákolta valaki a roncstelepről, vagy nem is, a szemét szeméttelepről összeszedett alkatrészekből és szerintem amúgy ez így is volt. Egy esernyő, négy kerék, valamilyen rossz, abból a lóféreg alakú traktorból, néhány napozószék, valamennyi aranyszínű alufólia, az kész. 40 millió dollár, viszlát. Ezt nem gondolhatja valaki komolyan, hogy ez a... Én szerint nem tudom. Minden esetre, aki komolyan gondolja, írja meg ide a hozzászólásokba, hogy, hogy ő komolyan gondolja, ha meri. Úgy értem, hogy ha aki felmeri vállalni azt, hogy szerinte ez a, ez a tragacs, ez, ez, ez egy holjáró, az vállalja be, és meg fogom jelenteni azt a hozzászólásokat, amelyik azt mondja, hogy szerintem ez a tragacs, ez eljutott a holdra, ez eredet tervezve, és ez valóban 40 millió dollárt ér 60-as évek árfolyamán, ami ma mondjuk 120 millió vagy kb. annyi. De legyen 100, vagy, vagy legyen ugyanannyi. 40 millió dollár. Az uh, mennyi? 40 millió? 400? 4 milliárd? 8, 8 milliárd forint? Jól számolom? Legyen, ti, legyen 10 milliárd forint lenne? Legyen 10 milliárd forint. Azt akarja mondani nekem valaki, hogy hogy 10 milliárd forintból ennyit lehetne kihozni ma? Nem tudom. Az egy bizarr gondolkodás, ahol, ahol az van, hogy, hogy legyen egy milliárd. <laughs> az is jó. Legyen egy milliárd forint. 1 milliárd forintból, hát ha, ha nekem ide adnak 1 milliárd forintot, akkor mondjuk 10 év alatt abból csak összehozok ennél valamivel, valamivel profibbat? nem? Vagy ezt nem tudom, hogy hogy gondolják a legtöbb ember, hogy ez, na mindegy. Oké, okay. sárhányó is helyet kapott, mert a hol ugye tök száraz, nincs atmoszféra, atmoszféra, idézőjelben. Ugyan a sarki krátereinek aljzatán van némi vízjég. jég. Magyarul jég. De ez az ott uralkodó rendkívül alacsony hőmérsékletre sziklaszirált folyékony fázis ne, nem tartalmaz, gondolom vissza. Sár sincs csak oldon, azonban finom porszemcsék könnyen az abroncs egyenetlenségei beragadnak, a kerékforgása során kilökődnek onnan. Szerte hold por, holdpor oh, kellemetlenségeket okozott volna. Ez az, amiről beszélt William Shatner, hogy ez valaki másnak a. ez valaki másnak az, az, az álomvilága. Oké? Okay? ez ezért, hogy valaki másik a fejében van csak. Ez azért ilyen nevetséges, meg szánalmas, mert ez tényleg valakinek csak az, hogy szerteszét fröccsenő hold por kényelmetlenségeket okozott volna, ezt elkerülendő, helyeztek a kerekek fölé sárhányokat. Tervező csoport egyébként egy magyar mérnök, Pavlovics Ferenc volt a vezetője ennek. 1997-ben a Marsa küldött Sojourner nevű jármű is az ő tervei alapján készült. Soha nem jártak ott, oké? Okay? Soha no, nem jártak ott, mert lehetetlen. Szóval sajnálom mindezeket, akik ebben az álomvilágban élnek. Oroszország Európában názával kézére hold bázist. Úgyhogy nem is tudnak visszamenni az amerikaiak, elmondták, hogy nincs meg a technológia már, hogy visszajussanak. Múltkor megnéztük, az az űrlény, mondta el, aki a Men Blackbe játszhatott volna, hogyha nem lenne teltház a propaganda miatt, ugye a legújabb részébe is teltház lett mert nőknek kellett benne szerepelni, meg mindenki. Az orosz űrügynökség, űrügynökség szegények. Az európai és amerikai űrügynökséggel is egyeztet egy hold bázis megépítéséről. Ezt már nem fogom végolvasni, ez nem érdekel. Oké, okay? szóval, ha valakit érdekel, akkor eh, olvassa el. De. Fölösleges. Ez tudományos fantasztikum, elmondta William Shatner. És itt van, az, ahogyan készül ez az egész hoax. Makettek, gokartok, meg számítógép által generált kép és videó. Tudományos fantasztikum. Oké? Okay. Szóval, akit érdekel, elolvassa. De gyorsan, melyiket is akartam? Hát, Na jó, még ebben megyek. Egy pillanat csak. Meg akarom találni azt a pontot, ahol elkezdődik az érdemi. Az érdemi dolog. Egy pillanatot, hagyd kérjek addig. Szóval, ezt nem én, nem én, ezeket a dolgokat nem én találtam ki. Szóval, ez gondolom tíz sor mindenki számára hogy nyilvánvalóan nem én találtam ki. Úgyhogy én csak bemutatom, aztán mindenki eldöntő, hogy mit hisz, vagy, vagy, vagy hogy éli az életét. Én nekem oly mindegy. Én csak azt szeretném, hogyha az igazság ott lenne, és mindenki eldönthetné saját magának, hogy mi az, amiben ő hisz. Aztán ennyi. Nézzük, ez ugye a European Space Agency, az Európai űrügynökség és és ez az egyik színész, aki ezt előadja ezt az egész mutatványt. Azt kell, hogy mondjam, hogy Igazam lett, gyakorlatilag ők tényleg színészek. De nézzük meg. So Oké, okay, boom! Szóval, ha ez, ez számítógéppel lett oda generálva, az a valami, mert nem volt ott előtte. Úgyhogy akkor mi a kérdés, hogy hogy csinálják meg a, a, a livestreamet, vagy, vagy bármit, mikor ez a technológia rendelkezésük áll, de el fogja magyarázni ez a karakter egyébként, hanem már megtette, hogy ezt élőben meg lehet csinálni. Persze gondolom, hogy ezt a legtöbben, legtöbb hallgató tisztában van ezzel, hogy ez a technológia létezik, de akkor minek mondják azt, hogy itt a bizonyíték, ez a videó, az a videó, az a videó, az a videó, mikor ezeket a dolgokat meg tudják csinálni? Ez élőben ment iskolás gyerekeknek. Világos, tehát ez egy élő adás volt. Ez két kerettel ment az egész, gondolom az azt jelenti, hogy két kép, és fehér uh, képernyő, tehát uh, hogy mondjam, üres képernyővel, és, meg, és, változtatták a, a videócsatornákat élőben. A stuffed animal that is transitioning in on another video channel. And the actor is able to reach up and grab this doll in real 3D space and manipulate this doll with their hands egy két csatornán ment az adás, és ezért képes volt ez a, az a színésznő azt a bábút használni. Szóval két képernyő volt, és a kettő együtt dolgozott élőben, háromdimenzióban a technológia segítségével. Az világos mindenkinek, hogy ez valami nem volt ott, és aztán ott lett. Ha ez élő volt, akkor azt oda kellett csinálni élőben, és ő képes volt élőben azt a digitális dolgot manipulálni. And so, the only way you're going to pull that off is with one technology. And that technology is virtual reality. This technology is virtual reality. More importantly, though, something called augmented virtual reality. Amit a Pokémon Go során szerintem nagyon sokan megismerhettek, az pedig, sőt, amit bemutattam volna az egésznek az elején, hogyha működött volna. De egyébként múltkor azt hiszem, hogy néztünk ebből részleteket. Sőt, biztos vagyok benne, mikor arról volt szó, hogy megy az ember a szobában, és akkor a különböző digitális dolgokat képes manipulálni, meg megjelennek a különböző dolgok, és akkor azokkal kapcsolatba tud lépni. Ez az augmentált virtuális valóság, hogy Képes az ember használni azokat a dolgokat, amelyeket a számítógép generál a képernyőre. Ugye ehhez szükséges valamilyen technológia, amiben ő képes látni azt a másik képernyőt, de hát nyilvánvalóan ez a rendelkezésükre áll. Remélem, hogy ez érthető valamennyire. Now before 2012 NASA used masking techniques, like much like we do in Photoshop and After Effects, um, but now we're able to simulate water... And objects live in real 3D space. So we're... Szóval eddig úgy használta a NASA ezt a technológiát, hogy utólag manipulálta a videókat, illetve a képeket. Most ezek, ezt képesek megcsinálni élőben. Ugye ez, pont ez az, amit szerintem megnéztük a múltkor, hogy a tűz az ugye nem valós, hanem csak ez augmentált virtuális valóság tulajdonképpen. while we are going live um, before we used to have to render these effects frame by frame by frame and it took extremely long amounts of time ezt ugye mindenki tudja hogy dolgozott valaha hm mm, speciális effektusokkal nem mintha én dolgoztam volna de ez mondja szóval hit gyereknek aki két elkednek Tehát aki dolgozott számítógépes effektusokkal, azt tudja, hogy, hogy utólag mennyire nehéz oda tenni, ugyanis minden egyes képkockára rá kell azt gyakorlatilag szerkeszteni számítógépes programmal, azonban most már erre nincsen szükség. Augmentált virtuális valóság, ugye ez az AVR, és ez az, aminek a segítségével... Ez az, aminek a segítségével ezeket a dolgokat létrehozzák. Szóval az, amit látunk a NASA élő dolgok során, azok egyrészt nem az űrben, űrben vannak, másrészt nem a valóság. And all augmented virtual reality is, is taking the objects in 3D space from a virtual reality world and putting them in our world on another screen. Szóval két képernyő létezik, és Ezeket a számítógép által generált képeket rá helyezik a valóságra, és így olyan, mintha ott lenne. Valamiféle virtuális valóság szerkezetre szükség van, hogy az ember ezekkel képes legyen dolgozni, de ettől függetlenül ez a technológia mindenképpen rendelkezés rá. In this next segment, I'm going to show you how NASA grabs objects in 3D space, rotates them around, manipulates them. They can do this with water, with cloth, anything. And the cool thing about it is we can take what they're doing, what they're seeing with their contact virtual reality augmented lenses, and put that on a separate video layer live. So I mean a élőben különböző tárgyakat mozgatnak ezeken a videókon. Mikor az emberek azt mondják, hogy ó, ott van a víz, meg ott van a mit tudom én, mi, amit csinálnak, azt ezzel a technológiával készítik el. Tehát, amit mondtam, meg amit folyamatosan mondok, ez nem valóság, ez egy álomvilág. Ez, ez valakinek az álomvilága, ezt mondta William Shatner most, valaki másnak az álomvilágát élik az emberek. Ezek teóriák, elméletek, és tudományos fantasztikum. Ez a technológia, aminek a segítségében megvalósítják, ami augmentált virtuális valóság. Két képernyő van, és egymásra a kettőt, és lehetséges így a szereplőnek, aki gyakorlatilag egy szereplő, manipulálni azokat a tárgyakat, és most meg fogjuk mutatni, hogy hogy működik. Yes, live, and do it all in real time. So I'm going to show you what it looks like to them as they're grabbing objects and manipulating them, and then I'm going to show you Microsoft's HoloSense video, Uh, their demonstration in E3 a couple years ago of bringing a virtual reality into our world. And it is simply amazing. Let's watch. Specifically, how HoloLens can turn every room of your house into a personalized video game level. But today we want to take mixed reality one step further. Ugye ez ha jól látom, ez egy Ted beszéd vagy előadás volt, de a lényeg az, hogy bemutatják azt, hogy hogyan is működik ez a technológia, kivetítik nekünk azt, amit lát ez a karakter. So we've got something new to show you. Holograms you can hold. This holographic gauntlet is the weapon that Dan will be using while playing Project X-Ray. You'll notice that as he moves his arm, the hologram moves as well. This is a wearable hologram. Ez pontosan ugyanaz a technológia, ahogy a NASA készíti a videóit. Ér érti, mindenki, amiről beszélek? Am amit próbálok elmagyarázni ezekben a, a videóban? Hogy ez egy álomvilág, amiben az emberek élnek. Ez nem a valóság, ez egy ez tudományos fantasztikum. Ezért mutattam meg ezeket a videókat, hogy mindenki számára világos legyen. Ezeket nem én találom ki, hanem ez van sajnos. Oké, okay, szóval tudom, hogy a, a holdgokart, gokart, a beszélő majom, meg a víz, ami hozzáragadt a gömbhöz, az egy nagyszerű életformát biztosít az álomvilág maga, úgy értem, azonban az idő eljött szerintem, hogy, hogy ebből fel a legtöbb ember. Legalábbis akit érdekel az igazság és a valóság. And when you combine technology like this with the environment understanding of HoloLens, you can do some pretty spectacular things. And can even use his shield to defend himself. Nicely done. Looks like that's all of them. In 2012, NASA got tired of faking weightlessness by using the zero-g plane, better known as the Vomit Comet. So in 2012, they started soliciting companies that specialize in real-time augmented virtual reality. A helyzet az, hogy arról beszél, hogy milyen kapcsolatai vannak a NASA-nak azokkal a cégekkel, amelyek a augmentált virtuális valóságot e készítenek, illetve ezt biztosítják vállalatok számára. Képzelje már el mindenki, hogy mi is az, amiről szó van. Mostantól nincsen szükség arra, hogy felfüggeszték az embereket a, ahhoz, hogy, hogy a gravitáció nélküli situációt bemutassák, nincs szükség semmire. Egyszerűen meg tudják csinálni élőben, valós időben. állandóan folyamatosan jobban, gyakorlatilag, mint a valóság. Sőt, hát lecsökken ezzel az egésznek a költsége, a veszély, a kockázat és

Then it's gonna look pretty ridiculous. I tried to pick some clips that were obvious and some not so obvious. Uh show... Úgy, néhány hibát fog megmutatni. some of the contacts. We're gonna see um, Tim Peake with his contacts in. But these are virtual reality contacts overlaid on the eyes, so actors can interact with things in 3D space. Ezek már egyébként amiről szó van, ezek olyan kontaktlencsék, amelyek augmentált virtuális valóságot képesek feldolgozni. Tehát gyakorlatilag az embernek a szemére van rá szerkesztve a technológia. Szóval nincs is szükség szemüvegre, vagy bármiféle bonyolult szerkezetre, hanem egyszerűen csak valaki fel berakja a kontaktlencsét, és onnantól kezdve Ő így fog élni ebben az All in real time. Okay, I have a lot of Tim Peake screw ups, but this one here, the system glitch is the software does not track his hand properly, and Tim slips his hand underneath his other fingers, which is tightly holding onto the mic, which would be impossible. Um, I don't think this is Tim's fault. Normally, Tim always moves his other fingers up while he slides his hand under. I just think the system didn't respond to his movements here. <coughs> Nézzük a következő. We all know NASA uses wires, and sometimes we'll catch them like this here. The guy pulled. Oké, okay, ez egy egyértelmű dolog, amikor a, itt a sötét pólóban levő figura visszahúzza a világos pólóst egy drót segítségével, amit ugye technológiával eltüntettek innen. Ezt láthatja mindenki egészen tisztán. Hold on his wire. However, some days when you're filming live, things just don't work out. and it becomes so blatantly obvious. okay egy yes it's ridiculous so in this clip they're talking live feed and well, you know we have a astronaut go by us in the background uh, obviously trying to give it a more realistic spacey station busy effect. Ezt amúgy mindenki látja, szerintem tisztán, a, a karja alatti részen, ahogy elmegy, hátul, ez a figura, az nem is látszik ott. Plusz a másik, hogy ugye látszik a felfüggesztés, ami a derekára van kötve. Itt pont a, a, az öve fölött az a kis fekete. Valami. A másik pedig itt látszik, ahogy mondtam, a, a kék pulóveresnek a karja alatt, hogy elhalad az a figura hátul, akkor ugye ott hiányzik. Azért, mert nincs ott. Azért, mert ez az egész egy hoax, ahogy mondtam. Ez az egész egy álomvilág. Okay, so you see to the right this guy's flipping this hat. This hat's actually on another video um, channel in 3D space. It's virtual reality. He's they're wearing augmented uh, contact lenses. És ezek az emberek ezt az augmentált kontaktlencsét viselik, és ennek segítségével látják azokat a tárgyakat, amelyeket a másik kamera, illetve a másik csatornán ugye, ugye oda tesznek. Szóval két felvétel zajlik párhuzamosan, és ők az augmentált kontaktlencse segítségével látják a másik felvételt, és így képesek azt manipulálni élőben. So that they can interact with these 3D objects. Now in this scene, the guy on the left in the green shirt, he thinks he sees an object in 3D space that's being broadcast to him. So he grabs it. És ez a zöld ruhás figura itt, ugye azért mutatja meg annyiszor, hogy ez megfog valamit, és leteszi ide oldalra, de közben mi azt nem látjuk. Szóval ő látja az ő szemüvegén keresztül, illetve a kontaktlencsén keresztül, de mi nem látjuk. Ezért úgy tűnik, hogy megfogja, oda lerakja oldalra, viszont mi nem látjuk ugyanis a mi rendszerünkön nem jelenítette meg a számítógép. De ez csak néhány azok közül, a nevetséges dolgok közül, amiket az ember elcsíphet, hogyha ha odafigyel. Nem is tudom, hogy nem akarok már ebbe belemenni ezeknek a mutogatásába, mert már ezzel annyit foglalkoztunk, hogy, hogy szerintem teljesen fölösleges, de még egyet mindenképpen megmutatnék, ez pedig újra Neil deGrasse Tyson lesz, és valószínűleg ez az, amivel el fog búcsúzni, hogyha valaki ha valakinek kérdése van, akkor ez a legnagyszerű pont, hogy megírja a hozzászólásokba, ha valami volt, akkor nem, nem láttam, szóval most még akinek van kérdése, az írja, írja meg a hozzászólások közt, és akkor megnézzük. Úgyhogy igazából Ennyi, de még előtte mindenképpen megmutatnám Neil deGrasse Tyson mit mond a gravitációról. Már csak azért is, mert rengetegszer ugye a beszélő majmok nagyon sokszor azzal jönnek, hogy jó, akkor mi van a gravitációval, vagy akkor, akkor miért van az, hogy ez, ez leesik, meg az leesik. Nem tudom, hogy mi van vele, én csak azt tudom, hogy leesik, nem? Nem kell ahhoz gravitáció, meg semmi. Ezt mondta William Shatner, ezért mondta el, hogy ez, ez tudományos fantasztikum. Ez emberek fejében él. Kitalálnak rá teóriákat, egyenleteket, és aztán ezt meg lehet magyarázni. Az nem azt jelenti, hogy attól létezik, úgy mint a fekete lyuk, vagy a féreglyuk, vagy a gravitációs hullám, vagy a galaxis, vagy a két galaxis összeütközése, vagy mit tudom én mi. Ezek teóriák. Sőt, azt mondta, hogy tudományos fantasztikus teóriák. De nézzük, hogy mi az, amit mond. A gravitációról. Oké, okay, szóval ezt azoknak a figyelmébe ajánlom, akik azt mondogatják nekem, hogy ó, de van gravitáció, meg mit tudom én mi van. Nézzük, hogy mi az, amit mond Neil deGrasse Tyson, aki asztrofizikus, elolvastuk az előbb, lehet, hogy meg is mutatom még egyszer, csak azért, hogy nehogy az legyen, hogy ezt én találom ki, Amerikai asztrofizikus, író, tudományos ismeret, terjesztő személyiség, a Hayden Planetárium igazgató és az Amerikai Természettudományi Természet Múzeum asztrofizikai részlegének kutatási munkatársa. Neil deGrasse Tyson. Oké, okay? szóval nem akárki, nem én. We okay, have no idea. Okay, next question. Wow. No, here's the difference. What is gravity? Oké, okay, no... okay, a kérdés az, hogy mi a gravitáció? No idea. Okay, next question. Fogalmunk sincs. Fogalmunk sincs. Mi a következő kérdés? Wow. No, here's the difference. We can describe gravity. Le tudjuk írni a gravitációt. We can say okay. what it does. Meg tudjuk mondani, hogy mit csinál. To other things. We can... We can... Measure it. Le mérni tudjuk. Meg tudjuk... Uh, hát, jövendőlni, vagy előrejelezni. Dict with it. But when you start asking, like, what it is... De hozzátédezik hogy mi az? I, I, I don't know. Nem tudom. So did I, I, I could... accidentally ask a deeper question than I meant to? Yeah, no, you were meant to ask deep okay, questions. Not. És ez úgy tűnik, hogy egy mélyebb kérdés volt, mint amennyire akartam kérdezni ezt mondja húg. In life. So to say, what is it? I think Einstein, in an Einsteinian answer, we would say gravity is the curvature of space and time. Einstein szerint a gravitáció az az a tér és az idő hajlása. Oké, okay? ez az, amikor elkezdődik az asztrofizika, amiről beszélt William Shatner, a tudományos fantasztikum, valakinek az álomvilága. Egy, egy nem létező dolog, amit teória és egyenletek bizonyítanak. Ez az a pont, amikor ez elkezdődik. Oké, okay? nem tudják, hogy mi az. Úgyhogy fölöslegesen kérdezik tőlem, bárki is, hogy mi az. Nem tudják ők. Az asztrofizikus nem tudja. Úgyhogy akkor mit kérdezgetnek engem? And that, and objects will follow the curvature of spacetime, and we. Is a tárgyak követik a az idő és a tér hajlása. We interpret that as a force of gravity. És mi ezt úgy fordítjuk le, mint a gravitációs erő. Oké, okay, szóval ez gyakorlatilag Hawkes. Tudományos fantasztikum. egy teória, egy elmélet. Az a lényeg, hogy olyan szavakat használ, hogy a legtöbb ember ne értsen, és akkor úgy fog tűnni, hogy ő okos, hiszen ő az Amerikai Természettudományi Múzeum aszofizikai részlegének kutatási munkatársa, aki nem tudja, hogy mi a gravitáció. Oké, okay? itt volt, mindenki hallhatta, nem tudja, hogy mi a gravitáció. Szóval, nekem hiába mondogatja bárki, hogy de a gravitáció, meg mit tudom én mi? Ez a figura nem tudja, úgyhogy. Ha ő nem tudja, akkor nem tudom, hogy ki az, aki ége. Ezért élünk azon a, a bolygón, amit az ostobák ural. Oké? Okay? Az űrbolygók. <laughs> ez, ez a szint, ahol a legtöbb ember van. Hogy egy ilyen világban él. Egy bolygóról a másikra utazgat. Oké? Okay? De jövő héten, Bocsánat, csak próbálom megtalálni azt a képet. Jaj, nem, meg ma. Jövő héten megnézzük, hogy hogyan is alakult ki ez a társadalom. Hogy mik is azok a azok az eszközök, amelyekkel amelyek kell azok, akik uralják és irányítják ezt a világot elérték ezt, hogy, hogy mi ilyen szintre süllyedtünk. Úgyhogy ez a jövő heti téma. Két hét múlva visszatérünk az álomvilágra, mert annyi minden van, és egyszerűen nincs elég idő. Szóval... Két hét múlva találkozunk itt az űrkabaréval, és jövő héten megnézzük, hogy hogyan is alakult ki a hülyék társadalma, amelyben élünk ezekben az utolsó napokban. Sajnálatos, hogy ezek a problémák így alakultak az elején, de remélem, hogy legközelebb már csak egyszerűen akármilyen lesz a hang, meg akármi, Folytatni fogom, ezt kész nem fog itt variálni ezzel. De hála Jahuának mentek a videók, meg minden működött, úgyhogy az, az nagyszerű. Szóval köszönet a figyelemnek, min figyelemért mindenkinek, és ez volt a dolgok állása 2019. február 5-én. Találkozunk itt egy hét múlva szombaton a Jahua útja csatornán, és vigyázzon magára mindenki. Halleluja!